Hívtak ilyen? Négy díjat is besöpört a Még egy kört mindenkinek című dán dráma az Európai Filmdíjak szombatesti átadóján. A Mads Mikkelsen főszereplésével készül dráma a legjobb filmnek járó elismerés mellett elnyerte a legjobb férfi alakításért, a legjobb rendezésért és a legjobb forgatókönyvért járó díjat is. A film néhány középkorú férfiról szól, akik kipróbálják, hogy milyen az élet akkor, ha folyamatosan részegek. A filmet Thomas Vinterberg rendezte, akit egy feldolgozhatatlan családi tragédia ért a munka alatt. A lányom meghalt a forgatás alatt. Imádta ezt a filmet, a része volt. Úgy terveztük, hogy játszik benne. Az ő iskolájában forgattuk. Ezt a filmet neki csináltuk, és ez a díj az ő emlékének szól, amit a szívem legmélyéből köszönök. A legjobb színésznő Paula Beer lett, a német színésznő Christian Petzold Undine című szerelmi történetének címszerepért kapta a díjat. A történet alapja egy mítosz. Undine vízinimfa beleszeret egy halandóba, és amikor a lovak hűtlen lesz hozzá, egy csókkal halálba küldi, majd maga is visszatér a vízi világba. A film adaptáció napjaink Berlinjében játszódik, de a szerelmi tragédia és az emberi sorsok az eredeti mítoszt hordozzák. Ez nagyon izgalmas, mondta a színésznő, beranyazták ezzel az estémet, nagyon köszönöm. A legjobb dokumentumfilm a Román Kollektív lett, ami a 2015. október 30-ai bukaresti tűzvész eseményeit és utóéletét dolgozta fel. A szórakozó helyen kiütött tűzben 27-en haltak meg, pár hónappal később azonban meghalt még 37 ember, az egészségügyi ellátás és a kórházak korruptsága és csalásai miatt. A rendező, Alexander Nanau végigkövette az eseményeket és az oknyomozó riporterek munkáját. A ceremóniát a járvány miatt természetesen online rendezték meg, aminek a végén az Európai Filmakadémia elnöke így köszönt el. Nagyon köszönöm, hogy velünk voltak ezen a nehéz ünnepségen. Thank you so much for being with us in this difficult ceremony.